Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Mi Hazánk munkaügyi kabinetjének legújabb vendégmunkásokkal foglalkozó videójában. Ezúttal is le fogjuk leplezni, hogy nem igaz a kormány azon állítása, hogy csak olyan helyekre vesznek föl ázsiai vendégmunkásokat, ahová magyarok nem jelentkeznek, ugyanis a kecskeméti Mercedes gyár egyik beszállítója, a Duvenbeck, az elmúlt év végén több tucat magyar dolgozót rúgott ki, hogy aztán helyükre indiai vendégmunkásokat hozzon, és itt a képen látható, hogy a cég HR-ese a Facebookon üdvözölte az indiai vendégmunkásokat, nagy örömmel fogadta. Helyi információk alapján eljöttünk ide Kecskemét mellé, Nagykőrösre, ahol az indiai vendégmunkások szállása található, és igyekszünk megkérdezni a magukat, a vendégmunkásokat is, illetve kaptunk információt, hogy itt tartózkodik a vendégmunkások szervezésében érdekelt úriember, egy bizonyos szudje, tehát őt fogjuk megkérdezni erről, illetve próbálunk általa kapcsolatot teremteni magához, a Duvenbeckhez is, hát hogyha nyilatkoznak nekünk akár telefonon, akár máshogyan, hogy megkérdezhessük őket, hogy hogyan képzelték azt, hogy magyarokat rúgnak ki azért Magyarországon, hogy indiai vendégmunkásokat hozzanak a helyükre, úgyhogy tartsanak velünk, megnézzük, hogy mi itt a helyzet a szálláson. Tudtok magyarul? Igen? Where are you from? India. How long will you be there? What? How long you planning to work in Hungary? Hány évig dolgoztok itt? Two years. És aztán hazamentek, és utána terveztek visszajönni? Yes? Yes. This is 2 year contract. What is the job? Assembly. Operator. Mercedes-Benz. Duvenbeck. Duvenbeck and Mercedes. Do you like in Hungary? Do you like the job? Are you planning to go home or no? It's good for you. It's good for us. Can you tell me about the wages, about the salary? The salary for us, it's okay. It's affordable. Mert van egy főnökük, szólok nekik, hogyha gondolják, az összekötő kijön, és akkor... Megkérdeznénk őt is, persze. Persze, hát hogyha van valami telepvezető, vagy hogy hívják? Hát egy összekötőnek mondják, a Duvenbeck dolgozói ők mindannyian, és az itteni... Tehát ha itt valami probléma van, nem szállánként mennek a céghez, hanem az összekötő dolgáik. Mindjárt megkeresem. Köszönjük szépen. Lantos János, jó napot. Just a small question. You are the boss of the Indian workers. You are from? I'm from Hungary. We are arrived to figure out how do you working, what do you working exactly. May here the people are working here with the Indians. Okay, I take care of them. Okay, they are working here in Duvenbeck. Yeah, see, this is the people, our colleagues. See, Duvenbeck, they work here. And you are organized trips between India and Hungary? We don't organize. No, they come. Yeah, of course. They are working here. They are working here for more than 1 hour now. 1 year now. They have come here. They work here. Yeah, they work here, and they come via through the Duvenbeck is a company. They have employed them, and they work here. Dr. Emese, he's from Duvenbeck Company. Okay, de akkor magyarul, ha? Jó napot kívánok, Lantos János vagyok. Igen, érdeklődni szeretnénk, hogy a Duvenbecknél jelenleg, ha lehet ezt tudni, hogy hány ázsiai vendégmunkás dolgozik ezzel kapcsolatban. Forgatunk egy riportot, és ezt szeretnénk feltérképezni. Ehhez nem kell engedély, közterületen vagyunk. Elég sok helyről kaptunk olyan információkat, hogy konkrétan magyar munkavállalókat küldtek el az önök cégétől, hogy aztán vendégmunkásokat vegyenek fel a helyükre. Ezt meg tudja erősíteni? Elhagyjuk a szállást, hogyha úgy gondoljuk, hogy elvégeztük itt a dolgunkat.
Jó, köszönöm szépen, minden jót. Hungarian partners are very happy about that, and they are all working together in the organizations, and they work very hard. All of them work in different shifts, 3 different shifts. They work hard over here, and good output. That's what it is, you know. So they are very happy about it. És itt áll mellettem Károly András, a Mi Hazánk helyi választókerületi elnöke. Tőle kaptam először meg ezt az információt, hogy milyen felháborító események történtek itt a hátunk mögött lévő Düvenbeknél. Úgyhogy kérlek, mondd is el te is, hogy hogyan hallottál erről először, és egyáltalán mi a véleményed? Nos, hát amikor én először hallottam az információkat, hát valóban én is felháborodtam, és akkor úgy volt, hogy 40 magyar munkást kirúgtak azért, hogy a helyükre 40 indiai munkást vegyenek fel, és még külön vérlázító a dologban az, hogy ki volt adva utasításnak, vagy ki van adva, hogy műszakonként 3 magyar munkást el kell zavarni, ki kell rúgni, és az ő helyükre is indiai migráns munkásokat akarnak felvenni. Ez valóban felháborító, és most már látjuk hónapok óta, hogy országszerte ez zajlik. Újra bebizonyosodik az, hogy nem igaz, hogy csak oda vesznek föl vendégmunkásokat, ahová magyarok nem jelentkeznek. Éppen a napokban hallottuk ugye, hogy Salgótarjánban is magyarokat rúgtak ki, itt Kecskeméten is, és számtalan ilyen eset van. És szeretném összegezni néhány szóban, amit ezen a napon tapasztaltunk, főként ott a nagykörösi szálláson, ahol sikerült beszélnünk az indiai úriemberrel, aki szervezi a vendégmunkásokat, és nagyon fontos, hogy az indiaiak most is elmondták, hogy nem 2 évre terveznek, hazamennek, és aztán egy újabb engedélyt kérnek, és visszajönnek, és hosszú éveken át itt szeretnének maradni. Tehát ez egy újabb hazugsága a kormánynak, mert igenis ki fogják játszani, a multik kérésének eleget fognak tenni, és nem 2 évig, nem 3 évig maradnak itt az indiaiak, hanem nagyon sokáig, és ez azért nagyon fontos és nagyon-nagyon veszélyes, mert a 60-as, 70-es években Németországban, Franciaországban ugyanígy kezdődött minden. Az ottani kormánypárti politikusok pont ugyanazokat mondták, amit most a Fidesz, hogy ezek a vendégmunkások azért kellenek, mert ez nemzetgazdasági érdek, és különben is majd hazamennek. Látjuk, hogy nem mentek haza, látjuk, hogy teljesen megváltozott Nyugat-Európa arculata, és úgy tűnik, hogy a Fidesz ugyanezt a sorsot szánja Magyarországnak is. És még egy dologra szeretnék reagálni. Telefonon volt idézőjelben szerencsém beszélni a Duvenbek egyik képviselőjétől, a teljes nevét sajnos nem tudtuk meg, egy bizonyos doktor Emese, nem tudom, hogy mi a teljes neve, de nem is ez a lényeg, hanem megkérdeztem tőle, hogy meg tudja erősíteni, hogy itt magyar dolgozók tucatjait rúgták ki azért, hogy indiai vendégmunkásokat vegyenek fel. Nagy hallgatás és feszült pillanatok követték a kérdésemet, és azt mondta, hogy ezzel kapcsolatban nem szeretne nyilatkozni, és úgy általában véve is indulatos volt velem szemben. Mi viszont azt nem szeretnénk sem Kecskeméten, sem az országban, hogy magyarokat rúgjanak ki, és ázsiai vendégmunkásokat vegyenek föl a helyükre, mint hogy azt sem szeretnénk, hogy olyan gazdasági szerkezete legyen a jövőben Magyarországnak, amely úgymond rászorul a vendégmunkásokra, mert mi egy olyan országot akarunk, amely nem szorul vendégmunkásokra, amely a magyar dolgozó erkölcsi és anyagi megbecsülésére épít, ezért küzd a jövőben is a Mi Hazánk mozgalom.